Szóval ez a videó kicsit kapcsolódik ahhoz, amikor arról beszéltünk, hogy a társkeresőn az egyes embereknek azért nincs sikerük, meg sikerélményük, meg sok meccsük, mert nem vagyunk olyan szépek, vagy neked könnyű beszélni, mert te lány vagy. Úgyhogy ebben a videóban elmondom azt, hogy hogyan lehet úgy pozitív kisugárzásod, hogy nincs egy kiló smink a fejeden, hogy nem vagy a legizmosabb fiú a világon, hogy nem vagy 180 cm, hanem ahogy te vagy úgy, hogy lehet jó kisugárzásod. Sziasztok, fiúk és lányok, üdv a csatornámon! Szóval, az első dolog, amit mindenképp ajánlok, hogy tartson be mindenki, az a higiénia. Tehát nem kell magasnak, meg izmosnak, meg szépnek, meg hosszú hajúnak, meg szőkének lenned ahhoz, hogy higiénikus legyél. Tehát, amikor látok egy embert, aki teljesen, nem tudom, izomagy, viszont nem, tehát nincs higiéniája, az nem jó. És ha látok egy embert, aki meg nem izmos, meg alacsony, meg nem tudom, van rajta felesleg, viszont van higiéniája, tehát finom illata van, látom rajta, hogy szokott fürdeni, nem koszosak a ruhái, akkor azt mondom, hogy oké. Itt most nem kell, érted, Nike gatya, meg Adidas felső, meg nem tudom, Calvin Klein cucc, hanem szimplán annyi, hogy higiénia. És a ruháknál pedig nem az a lényeg, hogy minél márkásabb legyen, mert engem például sosem érdekel a márkás ruha. Tehát ami most felső van rajtam, ez nem márkás. Tehát én meg nem mondanám, hogy ez honnan van ez a felső, viszont viselem, mert jól néz ki, mert azt mutatja, hogy érted? És nincs rajta márka. Úgyhogy az első dolog az az, hogy legyél higiénikus. Oké, tehát mossál hajat, fürödjél, legyenek rendes pólóid, érted? Van olyan pólóm, amit a kínaiba vettem 200 forintért. De érted, egy sima fehér póló, és teljesen jól néz ki, nincs rajta márka, jó az anyaga, és felveszem, és nem érdekel, hogy az emberek rám néznek, és azt mondják, hogy nincs rajta egy Nike pipa, akkor nem érdekel. Tehát az első az az, hogy legyél higiénikus. A második az az, hogy mosolyogjál. Tehát amikor találkozom egy emberrel, és így, hello, szia. Nem. Tehát akkor én sem fogok feléd nyitni, hogyha már eleve goromba vagy velem. Viszont, hogyha valakivel találkozom, és szia, hogy vagy? Igen, én is. Tehát azért van különbség. Viszont nem szabad átesni a lónak a másik oldalára, amikor igazából így teljesen fék vagy. Tehát ez a szia, csajos, csini a ruhád. Tehát ezt azért nem. Ezt azért nem kell. Oké? Tehát legyünk pozitívak, mosolyogjunk, legyen jó a testtartásunk, legyen pozitív kisugárzásunk, viszont nem kell átesni a lónak a másik oldalára, amikor olyan fékek vagyunk, hogy minden jó és mindent megdicsérünk. A harmadik dolog a testtartásod. Tehát amikor így ülsz, és így nézel mindenki fele, az nem jó. Oké? Tehát legyünk nyitottak, nem kell érted mindenkit megölelni egyből, ahogy találkoztok, viszont fontos az, hogy ahhoz, hogy elérd az, hogy az emberek kedveljenek téged, hogy jó kisugárzásod legyen, legyél nyitott. Tehát, ha elmentek valahova, akkor mutasd azt, hogy te érdeklődsz a másik ember iránt. Te nem így ülsz, mert ugye azt mondják, hogy aki így ül, az ugye eleve már azt mutatja, hogy ő elzárkózik az emberek felől. Tehát legyél nyitott, ne tedd zsebre a kezedet, amikor mondjuk előadsz egy valamilyen prezentációt, hanem mit tudom én, rakd magad mellé. Olyan dolgokat csinálj a kezeiddel, a fejeddel, ami azt mutatja, hogy te figyelsz arra az adott emberre. És hogyha én elmegyek valakivel találkozni, és állandóan a telefonján van, és annyit látok belőle, akkor ne haragudj, de nem érdekelsz. Tehát akkor nem fogok figyelni arra, amit mondasz. Mert ha beszélsz hozzám, akkor nézzél rám, oké? Tehát nézzél a szemembe, próbálj meg szemkontaktust tartani, és igazából, amikor így beszélgetünk, akkor nézzél rám. A negyedik dolog az az, hogy kommunikálj. Tehát ha valakivel beszélgetsz, és egy, nem érted, amit mond, akkor kérdezz vissza. Kettő, kérdezz bele abba, amit mond. Három, reagálj arra, amit mond. Tehát, amikor valaki azt mondja, hogy hát nekem azért nincsenek meccseim, mert hogy a lány az nem kommunikatív. Oké, de te kommunikatív vagy? Tehát valakinek egy kicsit több időre van arra szüksége, hogy megnyíljon. Oké, tehát egy nagyon egyszerű példa az az, hogy amikor azt mondod, hogy oké, mi a kedvenc színed? Kék, oké, és neked piros, oké. Ezek ugye olyan kérdések, amikor nem fog tudni, érted, 10 mondatos választ adni, hanem valamit mond. És amikor megkérdezed, hogy milyen napod volt, és azt mondja, hogy
semmilyen, na itt van a baj, tehát hogy ilyeneket nem mondunk. Viszont van, amikor egy embernél többször kell kérdezni, mert egyszerűen nincs még benne az, hogy ő most megnyíljon, nincs még benne az, hogy akkor ő most nem tudom milyen sokat beszéljen, tehát fontos az, hogy kommunikálj. És néha te vagy az, akinek többet kell kommunikálnia, igen. Néha a másik ember lesz az, aki többet kommunikál, de ez így jó. Úgyhogy igazából én ennyit szerettem volna mondani, ez most csak azért jutott eszembe ez a videó, mert sokan azt mondják, hogy hát a lányoknak azért könnyű, mert sminkelnek, meg szépek, meg jó az alakjuk, a fiúknak meg nehéz, mert rondák vagyunk, meg nem vagyunk magasak, meg izmosak. Viszont ettől függetlenül a rendes lányok, illetve a rendes fiúk ezeket a dolgokat is érkelni fogják bennetek. Tehát nem kell márkás ruhád legyen ahhoz, hogy jól nézzél ki. Nem kell, hogy izmos, magas legyél, vagy vékony, és nem tudom, magas ahhoz, hogy szép legyél. Nem kell az, hogy nem tudom, 800 millió követőd legyen az Instagramon, meg minden képed alatt 800 ezer like, hanem az kell, hogy jól nézzél ki, tehát legyél ápolt, legyenek normális ruháid, de nem kell, hogy te legyen a Nike pipa, meg a nem tudom micsoda. Kettő, fontos az, hogy pozitív legyél, és mosolyogjál, és legyél kedves az emberekkel. Három, hogy a testtartásod azt mutassa, hogy te érdeklődsz az emberek iránt, hogy téged érdekel az, hogy ők mit mondanak, hogy ők mit csinálnak, hogy te sétálsz velük, amikor sétálsz valakivel, akkor ne háttaláljál neki, hanem vagy vele szembe, vagy így oldalasan, de mutasd azt, hogy te igenis figyelsz arra, amit ő mond. És a negyedik az, hogy kommunikálj. Lássák rajtad azt, hogy nyitott vagy, hogy téged érdekel, amit mondanak, és hogy követed magát a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, remélem, hogy tetszett, ne felejtsetek el lájkolni, és feliratkozni a csatornámra, ha nem szeretnétek lemaradni több ilyen videóról. Legyen nagyon szép hetetek, találkozunk a következő videómban. Sziasztok!